Reggeli portyázással indul a nap a Fehér Oroszlánok háza táján a Nyíregyházi állatparkban. A hat hónapos kölykök előbb végigjárják a kifutó minden szegletét, majd indul a vadászat, ugranak mindenre, ami mozog. A testvérek előszeretettel birkóznak egymással, és anyjukat is próbálják bevonni a játékba. A két nőstény kölyköt a park vendégei is könnyen megkülönböztethetik az ifjú hím fehér oroszlántól, hiszen Márkusz termetesebb, és habár még alig észrevehető, de már növekszik fején sörénye. Rohamtempóban növekednek állatparkunk fehér oroszlán hármasikrei. Márkusz, Flóra és Fauna most már fejenként 35 kg testömeggel bírnak, nem csoda, hiszen naponta másfél kg húst fogyasztanak. Az ivar érettséget másfél-két évesen fogják elérni, akkor majd 200 kg testömegűek lesznek. Az apróságok folyamatosan játszanak a kifutóban, és míg a lányok általában karmolással és hancrozással ütik el az időt, Márkusz mindig a rosszban sántik el, de igazi férfi nagyon sokszor a testvéreit is védelmezi a betolakodókkal szemben. Ezek a ritka állatok a délafrikai, más néven Krügeri oroszlán alfaj egyik populációjához tartoznak, csak Timbavati és a Krüger Nemzeti Park területén élnek. A világos színű ott a rejtőzködést segíti, mert ezt a régiót a fehér homokos folyómedrek, valamint a magas fű jellemzi. A krügeri oroszlánok fehér színváltozata egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létüket. Az őslakosok úgy tisztelték őket, mint az isteni világ közvetlen küldötteit. Élőhelyük Timbavati azt jelenti a hely, ahol a csillagoroszlánok lejöttek. A ritka ragadozókról először 1928-ban lehetett hallani, de csak a 70-es években kaptak nyilvános figyelmet, Chris McBride könyve a Timbavati fehér oroszlányai megjelenése után. Ekkor szerzett tudomást a világa létezésükről, ettől kezdve a fehér emberek kívánatos vadásztrófájává váltak. Állományuk a vadászat miatt jelentősen lecsökkent, legutóbb 1994-ben láttak vadon élő egyedet. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő fehér oroszlánok száma nem éri el az 500-at, melyből a tavalyi kölyökkel együtt 6 annyira egyházi állatparkban látható.